közzétették, mely európai városoknak volt a legszennyezettebb a levegője idén novemberben. A listát a hivatalos mérőállomások és az Erli, egy légszennyezéssel foglalkozó vállalat érzékelőinek adatai révén állították össze. A szállópor koncentrációját főleg a balkáni és a közép-európai államok esetében találták magasnak, mint például Zágrábban, Bukarestben vagy Tesszalonikiben. Magas nitrogén-dioxid szintet ott tapasztaltak, ahol nagy a forgalom és az autópark előregedett. Minden szennyező anyagot figyelembe vettünk, beleértve a nitrogén-dioxidot és másokat, mondta az Erli vezérigazgatója. Ez azt mutatja, hogy Kelet- és Kelet-Közép-Európa más problémákkal küzd a levegő szennyezés terén, mint Nyugat-Európa, például Franciaország vagy az Egyesült Királyság, amikor a problémát a közlekedés miatti nitrogén-dioxid szint okozza. Azt látni, hogy a különböző országokban különböző szennyező források léteznek, de a levegő szennyezés továbbra is az emberek egyik legnagyobb gyilkosa. A nitrogén-dioxid szintje nem csak az olyan közepes nagyságú városokban volt ijesztő mértékű, mint Nápoly vagy Krakkó, hanem Párizs vagy Madrid esetében is. A magas légszennyezettség kialakulásának kedvez, ha egy városvölgyben fekszik. Gondolnunk kell a gazdasági következményekre is, mivel a légszennyezés a világ GDP-jének 1%-ába kerül a betegszabadságok, a kezelések és a termelékenység csökkenése miatt. Ez személyenként 300 dollárnak felel meg világszerte. Azt hiszem, ez egy nagyon félelmetes statisztika, ezért cselekednünk kell a légszennyezés globális csökkentése érdekében. Magyarországon a budapesti városházán kérhet tanácsot a lakosság a levegőtisztaság védelmével és a lakások energiahatékonysági korszerűsítésével kapcsolatban a Zöld Budapest tanácsadó irodában.